Sziasztok! Most egy kommentre szeretnék válaszolni. Többször írtátok már és kérdeztétek ilyen megjegyzésben, hogy hogyan lehet kártya épséget megóvni. A legutolsó az Benboy 0100 volt. Felolvasom, hogy mit írt. Szia! Nem ez a videóhoz kapcsolódik, de már régóta meg akartam kérdezni, hogy én régóta használok Bicycle kártyát, király, sima standardot, azonban 2-3 hónap után elveszti a csúszását, gyakorlatilag összetabad egy-két kártya, így nem tudok olyan szép legyezőket nyitni, mint egy friss paklival. Tudnál ebben segíteni, hogy mit lehet ilyenkor tenni? A paklit mindig visszateszem a dobozába, és vigyáztam rá, válaszodat előre is, köszönöm. Benboy, meg többiek, akiket érdekel ez a téma. Az kevés, hogy vigyázunk rá, és használt után visszatesszük a dobozba a kártyát. Ugyanis, hogyha egy hosszabb gyakorlás után izzadtan rakjuk vissza a kártyát a dobozába, az bizony előidézi ezt az összeragadást, és csak ront a kártya állagán, minthogy javítana. Tehát minden egyes használat után, amikor gyakorlunk vele sokat, szárítsuk ki a lapokat. Ugye a gyakorlás közben izzadunk, a kártyalapok, mivel papírból vannak, ugye felszívják ezt az izzadságot, és ha bezárjuk a dobozba, az ott egy zárt térben, hát szép szóval bepálik. Tehát összetapad, ugye, és emiatt veszít a csúszásából, minőségéből. Tehát minden egyes használat után terítsük ki a kártyákat, szórjuk szét a francia ágyon, stb. És akkor azok szépen ott kiszáradnak egy óra alatt, az alatt biztos, és utána már vissza lehet rakni a dobozba. Egyébként itt találtok egy videót, ami erről szól tulajdonképpen, ilyen írásos formában, van egy-két tanács, viszont ha ide kattintottok, vagy a leírásban, megtaláljátok annak a kis PDF-nek a linkjét, amit letölthettek, vagy a bűvészszínház.hu, vagy a demienkötőjelvágy.com oldalról, az is tartalmazza ezeket a tanácsokat egy ilyen szép kis PDF kiadványban összeszedve. Ezeket, ha betartjátok, akkor biztos, hogy sokkal hosszabb életű lesz a paklitok. Egyet viszont nem lehet megakadályozni, hogy egy idő után újat kelljen vásárolni, mert ezek nem örök életűek, ezek a paklik. Tehát ha iszonyat sokat, szinte minden nap gyakorlunk vele, akkor ahogy Benboy írta, 2-3 hónap után elveszi a csúszását, hát ez előfordul. Tehát hogyha 2-3 hónapig folyamatosan minden nap nyúzzuk azt a paklit, az bizony le kell cserélni. Ha le akarjátok cserélni, akkor a leírásban találtok linket, ahol tudtok nálam Bicycle kártyát venni, vagy ott van még egy link a Phoenix kártyákhoz, amit tudok javasolni. Mi a különbség a Phoenix és a Bicycle kártya között? Mind a kettőt ugyanaz a gyár gyártja, tehát a Bicycle kártya gyártja, csak a Phoenix kártyákat egy Kartshark művésznévre hallgató német bűvész továbbfejlesztette, javított a bevonatán, kevésbé koszulódik, illetve a dizájnján is javított, ugyanis az ászoknak az indexképei, ugye a kis logók, ami középen vannak, a Bicycle-nél ugye egy kis picik, a Phoenix-nél nagyobbak, tehát szebbek. A Jokerek azok ugyanolyanok, tehát hogyha esetleg olyan trükköt kell csinálni, ahol két ugyanolyan Joker kell, ami előfordul bizony, ugyanolyanok, tehát nem lesz gond vele, ilyen Phoenix madár van rajtuk, és alapvetően szerintem a minősége, nem azt mondom, hogy ilyen nagyságrendekkel, de sokkal jobb, mint a Bicycle kártyai, én is nagyon szeretem használni. Hogyha szeretnétek ilyen Phoenix kártyát, a leírásban, a link alatt ott tudtok vásárolni, és nyugodtan, hogyha van még kérdés, akkor kommentben kérdezzetek, és továbbra is akkor tudok csinálni ilyen megválaszolós videókat. Addig is jó gyakorlást kívánok, és további jó pakli megőrzést. Sziasztok!